Magyarország a magyaroké, nem állunk meg félúton. Ezért a harmadik utatmutató Mi Hazánk mozgalom október 23-án 15 órától nagyszabású gyűlést tart a Corvin közben, ahol a színpadon felsorakozik a párt 106 országgyűlési képviselőjelöltje is. Felszólal Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom kormányfőjelöltje, Dr. Popéi Gyula, a Mi Hazánk államfőjelöltje, az MTA doktora, a Fekete István Szabad Egyetemünk igazgatója, Duró Dóra, országgyűlési képviselőnk, Pongrácz András, 1956-os szabadságharcos, és Kovács Attila, református lelkipásztor, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje. Közreműködik Vári Kovács Péter előadóművész és a Romer zenekar tagjai, Sziva Balázs és Kovács Rihárd. Előre mind pesti srácok. És meg fog szólalni mindegyik felszólalónknál markánsabban egy 1956-ban is használt ágyú, egy 76 mm-es 1942 M-típusú löveg. A dörgedelmes díszlövéseket idén leadja Pongrácz András, a Sztálin szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő Corvin közi szabadságharcos. Majd Kerekes Sándor, nyugalmazott ezredes, a Mi Hazánk honvédelmi kabinetjének tagja. Végül Horváth György, a 2006. október 23-i tankvezető, akkori cellatársam ad le díszlövést az ágyúval. Aki magyar, velünk tart. Találkozunk itt a Corvin közben október 23-án 15 órakor.